Már régóta focizok, óvodás koromtól, és nagyon szeretek. Az edzőm nagyon jó, szeretek vele játszani, csapattársaim is. Én már óvodás koromtól elkezdtem focizni, nagyon szeretem, mert akkor is már átjártunk ide edzésre. Szeretek focizni, kiskorom óta focizok, lánycsapatba szoktam focizni, és fiúkkal is szoktam meccsekre járni. Néhány vélemény a diákoktól, akik régóta rúgják a bőrt. December 6-án a hideg időjárás miatt az iskola tornacsarnokában szervezték meg a projektzáró rendezvényt, amelynek a Mikulás Kupa nevet adták. Napjainkban a testmozgás azért fontos, mert a mai gyerekek nagyon sokat töltenek számítógép és tévé előtt az idejükből, ezen kívül a iskolában töltött órák alatt is szinte csak ülnek, és ezért nagyon fontos, hogy számukra lehetőséget biztosítsunk délutáni keretek között a mozgásra, aktív testmozgásra. Ahhoz, hogy sikereket érjenek el az utánpótlás nevelésben, illetve hogy aktív sportélet legyen a településen, bővíteni kellett a felszereléseket, amelyre anyagi forrást nem tudott biztosítani az egyesület. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Líder tengelye révén viszont megteremthették Dunakiritén a siker technikai feltételeit. A legköltségesebb volt ugye a nagy méretű kaputól a kicsiig, tehát a 7 méteres kapu, 5 méteres kapuk és a kézilabda kapukból tudtunk mindegyikből beszerezni. A labdákat, felszereléseket, cipőket, edző melegítőket is, ami elsősorban a nagy többsége az utánpótlás célját szolgálja, de összességében az egész sportegyesületét, illetve nem csak az utánpótlást tudja ezeket az eszközöket használni, hanem aki sportolni akar, mindenki. Dunakiritén nem csak a férfiak kiváltsága a labdarúgás, a hölgyek is több korosztályban lépnek pályára. Az anyukám focizott kiskorába, és onnan jött a foci, és megszerettem, nővéremmel szoktunk meccsekre járni, sok helyen voltunk már. Dunakiritén tehát a legkisebbektől kezdve várják a fiúkat és a lányokat is, hogy minél többen sportoljanak, így megalapozzák az egészséges életüket. Mindenképpen szem előtt tartjuk, és nagyon fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést. Hát a Bozsik programban továbbra is szerepelik, mindig az óvodás koroknál már elkezdjük minden évben. A befektetett energia azonban mindig megtérül. Választó, de az eredményét meghozza.